Nem támogatja a jegybank törvény módosítását az MSZP. A párt elfogadhatatlannak tartja, hogy szuperhatalommá tegye a kormány a Nemzeti Bankot, ezért képviselői nem vesznek részt a javaslatról szóló ötpárti egyeztetésen. 12 oldalon át indokolja törvénymódosító javaslatában a fideszes Gulyás Gergely, hogy miként lehetne hatékonyabban fellépni a banki elszámolások során tapasztalt visszaélések ellen. A javaslat azonban nem csak az elszámolási törvényt, hanem a jegybanki törvényt is módosítaná. Ennek értelmében a Nemzeti Bank megtehetné, hogy bírósági végzés nélkül belépjen a pénzintézetek helyiségeibe, vagy iratokat foglaljon le. A módosító javaslat kizárná azt is, hogy felelősségre lehessen vonni az intézményt a brókerbotrányokhoz hasonló esetekben. A fideszes bróker kormány törvényt akar arról hozni. A szocialisták szerint a brókerbotrányokban egyértelmű az MNB felelőssége, ezért a párt elfogadhatatlannak tartja a törvény módosítását. Ahhoz, hogy a javaslat átmenjen a parlamenten, kétharmados többség kell. A Fidesz öt párti egyeztetést kezdeményezett a kérdésről, ezt azonban az MSZP mindaddig bojkottálja, amíg Matolcsy György áll a jegybank élén. Mindaddig, amíg ezt a Fidesz komolyan gondolja, hogy erre a Nemzeti Bankra, Matolcsy Györgyre, a Nemzeti Bank elnökére plusz jogosítványokat, egy úgynevezett szuperhatósági jogosítványokat ráruház, és elveszi azt a lehetőséget, hogy a későbbiekben ilyen botrányok során kárt szenvedő kisbefektetők a Magyar Nemzeti Bankkal szemben érvényesíthessék a kárigényüket, mindaddig, mint nem fogunk részt venni ezen az egyeztetésen. Tóth Bertalan szerint a jelenlegi jogszabályok is elegendőek lettek volna ahhoz, hogy a Nemzeti Bank megakadályozza a bűncselekményeket.